Az hogy lehetséges, hogy itt van egy párt, amelynek ugye 90-ben már főtitkára, vagy 91-től alelnöke, vagy nyilván értelemszerűen már a választási időszakban is a neved forog a párton belül lehetséges mindenféle pozíciók kapcsán, ennek ellenére csak egyéniben indulsz, és országos listán nem jutsz be. Kérdezem ezt azért, az előbb által említett okhoz kapcsolódva. Ugye 81. októberében dől el, hogy Magyarország az IMF-hez és a világbankhoz társulhat beléphet. Korábban 15 éven keresztül ugye az, a szovjetek ezt akadályozták. Ekkor adják meg a bólintást, ennek hatására ugye 82-ben beléphetünk. Na ez az a pont, ahonnan kezdve, hogyha valaki a politika magas szintjén volt, az érzékelni kellett a változást. Tehát a rendszerváltozás innentől kezdve még 7-8 év, bőven elég arra, hogy embereket el lehessen helyezni különböző politikai formációkba. Említetted, hogy a kisgazdapártnak a frakciójában is vannak személyek, akik érintettek. Mikor szembesültetek az érintettségükkel, és mondjuk hogyan zajlott az országos listának, mondjuk az összeállítása, vagy a jelöltek kiválasztása. Mit lehet erről tudni, te, aki hamarosan a pártnak a fontos pozícióiban lévő személy, vagy mit láttál 90. februárjában mondjuk? Hát nem, volt, nem volt túl vidám a kép, ugyanis, ugyanis az történt, hogy teljesen elszakadt a kisgazdapárt, mint párstruktúra, azoktól a vidéki szervezetektől, ahol én ugye Miskolcon-Szikszón dolgoztam. És mi ott halára dolgoztuk magunkat, a Kisgazdapárt vezetése pedig összeállított úgy országos listát, hogy egyfelől a vidéki szervezetek erről nem tudtak, másfelől pedig elképesztő, elképesztő, nem is, nem is akarom minősíteni. Volt, volt, olyan figurája a kis gazdapártnak, most nem fogom mondani a nevét, aki odáig ment el, hogy nem csak a, nem csak a lányát juttatta be az országos listán, hanem még a barátnőjét is. No, nálam személy szerint, ha szabad ennyi személyeskedést bevinni ebbe a, ebbe a ma esti beszélgetésünkbe, itt szakadt el a cérna, amikor ezt megtudtuk. És akkor én elhatároztam, hogy eljövök az országos elnökségi ülésre, aminek volt egy konkrét időpontja. Hogy ekkora arcátlanságot, hogy így állítják össze a kisgazdapártnak az országos listáját, bár mint a parlamenti képviselők országos listáját, hogy ezt, ezt mindenféleképpen kezelni kell. Ilyen hangulatban jöttem el, és legnagyobb meglepetésemre azt tapasztaltam, hogy iszonyatosan megosztott a kisgazdapárt vezetősége ebben a kérdésben. Tehát nem csak engem és több más megyei vezetőt bosszantott a párt ügyeinek ilyetén való intézése, hanem az országos elnökségen belül is óriási feszültségek alakultak ki. De volt ettől egy sokkal mélyebb, sokkal erősebb törésvonal, és amikor én ezt érzékeltem, akkor már biztosan tudtam, hogy, hogy van dolgom az országos vezetésben. Ez a törésvonal pedig nem volt más, mint az, hogy a kisgazdapárt akkori vezetésének az egyik része abszolút egy SZDSZ-es irányvonalat vitt, a másik jelentéktelenebb része pedig egy MDF-hez közelítő irányvonalat. Az én értékrendemben az SDS szóba sem jöhetett. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy, hogy egy MDF-es vonalat kellene vinni a kis gazdapártnak. Akár nevesíthetjük is ezt a történetet, az én főtitkár elődöm, Prepelicai István, aki egy tisztességes ember volt, de a politikai nézetei alapján, ugye én magam hallottam televízióban több nyilatkozatát, az SDS kezébe ajánlotta a kisgazdák érdes kezét. És Prepelicai főtitkára volt ennek a pártnak. És egyre inkább, tehát hogy mondjam, nem csak a, a, a választóközönség körébe volt kérdés, hogy most MDF-SDS, Ugyanez a törésvonal meg volt a kisgazda párton belül. Akkor én már tisztán láttam, hogy, hogy az én dolgom, amennyiben egyáltalán politikai szerephez jutok, egyértelműen az lesz, hogy egy tisztújítást végig kell csinálni a kisgazdapártban, Erről majd még pár mondatot részletesebben mondanék erről a tisztújításról, hogy a mi módon zajlott le. A másik nagy feladat pedig, ugye, akkor már látható volt, hogy vagy az MDF, vagy az SDS nyer, hogy, hogy, és ugye a MDF nyerése után teljesen egyértelmű volt, hogy a koalíciós, főleg ismerve az Antal hozzáállását a koalíciós kormány mikénti összeállításához, teljesen nyilvánvaló volt, hogy a másik nagy feladat az a, az a kormányalakítás célzó koalíciós tárgyalásoknak a levezénylése. Ott volt ez a két nagy feladat, és hát én nem rejtettem véka alá a véleményemet, és nagyon hamar, két hónapon belül megválasztottak a párt országos főtitkárává.